Ez gyakorlatilag egy újabb menetrend szerinti jótékonysági járat Karcag felé, a Tisza-tavi keresztény polgári körtől. Holland Gyermekek Szükségben Alapítvány az elmúlt hónapban küldött nekünk egy 80-100 köbméternyi adományt, és arra gondoltunk, hogy ennek a nagyjából az egyharmadát ide fogjuk Karcagnak adni, és ennek a vállalásnak gyakorlatilag ez egy jelentős része. Összesen egy ilyen 45 darab matracot, látszik itt egyébként két kórházi ágyat, két betegemelőt és egy ilyen nagyon speciális fotelt hoztunk ide, és felületfertőtlenítőket is hoztunk, és ennek körülbelül az összértéke egy ilyen 2 millió forint. Az adományt Fótosné Ceglédi Zsuzsanna Tiszaders polgármesterével közösen adta át Fodor Gusztáv. A település vezető is tagja a Tiszatavi keresztény polgári körnek. Tiszadezs polgármestereként én örömmel örültem annak, amikor lelkész úr megkeresett, hogy legyek tagja a Tiszatavi keresztény polgári körnek, hiszen ez egy fantasztikus kezdeményezés, és ugye a telephelye, a székhelye az a mi kis falunkban van. És én örömest adtam választ arra, hogy szívesen teszem, és jövök, csatlakozom a csapathoz, hiszen tényleg itt a Tiszató környékén, a Nagykunság környékén élő embereket támogatjuk, segítjük, és nagyon örülünk annak, hogy most itt a karcagi idősek otthonának hozhattunk el itt adományokat. Polgármesterként én igyekszem, ahogy az időm engedi, igyekszem részt venni ebbe a munkába, és feladatom, hogy ugye a település vezetőkkel, polgármester kollégákkal kapcsolatba kerüljek, és informálódjak, hogy kinek mire van szüksége, és akkor így tudjuk a településen élőket segíteni. Az időseknek érkezett adományt Kelléni Deák Krisztina intézményvezető helyettes és munkatársai vették át. Nagy örömmel fogadtuk és szívesen vártuk az adomány érkezését az idősek otthonába. Mivel itt az intézményünkben, az idősek otthonába 171 fő ellátottunk él, így nagy segítséget jelent az adomány, amely nem csak az ellátottaink komfortérzésének a javítását célozza meg és javítja, hanem egyben munkatársainkat tehermentesíti és megkönnyíti a munkavégzésüket. Szepesi Tibor Karcag polgármestere is részt vett az adomány átadásán, ahol megköszönte a polgári kör újabb támogatását. Természetesen nagyon örülünk minden adománynak, hiszen abban a helyzetben vannak intézményeink, amikor bár nagyon sokat fordít rá az önkormányzat, és nagyon odafigyel arra, hogy minden rendben legyen, és minden tökéletesen működjön az intézményben, de mindig vannak olyan adomány lehetőségek, amelyeket természetesen fel tudunk használni a mindennapi életbe. Valóban nem először kaptunk támogatást a Tiszatavi keresztény polgári körtől, és hát nagyon köszönjük ezt a jelenlegi felajánlást is. Valóban 2 millió forint érték, de ha azt nézzük, hogy ennek a felhasználása mekkora értéket jelent valójában, akkor ez ennél sokkal többet is jelenthet.